spontán jött, hogy én itt elindulok, úgyhogy én spontán nyertem. Az örömömre motorozok, ez máshogy nem is lehet ezt a sportot csinálni. Nem volt sok pihenője a magyar crossosoknak, a parád és gyáli idényító után nyársapát fogadta a bajnoki mezőnyt. Az elmúlt években nélkülözhetetlen lett ez a pálya a sorozatban. A legtöbb rajongó a német Cornels Vovoda Bence párharcra volt kíváncsi most is. A két magyar kiválóságnak meglehetősen vegyes érzései vannak a helyszínnel kapcsolatban. Német 2010-ben, 2011-ben és tavaly is nagy fölénnyel nyert itt. Szeretek itt nyársapáton versenyezni, most már évek óta minden évben indulok, még kanadai bajnokság előtt is részt vettem a bajnoki futamon. Mentem még 2002-ben is, úgyhogy szeretem nagyon a pályát, mindig jól előkészítik. Svoboda viszont az elmúlt két évben sérülés miatt nem tudott elindulni nyársapáton. 2010-ben második lett német mögött, 2011-ben pedig egy defekt fosztotta meg az elsőségtől, és idén sem indult számára biztatóan a versenynap. Hatalmasat estem a második körbe, ahogy rámentem a pályára. Egy lassabb versenyző hirtelen nyomot váltott, lehet, hogy nem is direkt, hanem véletlenül, ugye ez elég nyomvályos pálya. És hát olyan szerencsétlenül sikerült ez, hogy összeérte a kormányunk, én egy hatalmasat estem, ő szerencsésen megúszta. Egyetlen probléma az volt ebben, hogy rásít a motor arra a lábamra, amit Spanyolországban megütöttem, és hát ez rányomta bélyegét kicsit az egész napra. De nem csak Svoboda iratkozott fel a sérültek listájára. Az MX2-es kategória gyáli első futamának győztese utcai ruhában felkötött karral jelent meg a nyársapáti depóban. A két verseny között edzésképpen ellátogattunk Csehországba a Csehóvi második fordulójára. Ott a második futamban az utolsó két körben sajnos elestem. Én nem volt olyan nagy esés, azt hittem, hogy nem lesz olyan nagy probléma ebből az egészből. Kiderült, hogy a vállamba elszakadtak a szallagok. A HTS-KTM-et képviselő Déci Balázs ezzel minden esélyét elvesztette, hogy csapatának zsinórban a harmadik évben is elhódítsa a kategória bajnoki címét. Így az MX2-eseknél Firtosvári Gábor, Hugyecerik és Nagy Alex maradt, akire a szép számú közönség számíthatott. Hugyecerik, a Mami Team fehér motorosa mindent megtett, hogy a technikai hiba miatt lenullázott gyáli verseny után a maximális pontszámmal távozzon a második fordulóról. A Belgiumból hazaköltöző 2010-es bajnok remekül ki tudta használni ezen a pályán a motocross hazájában megszerzett tapasztalatait. Elég sokat tanultam ott kint, főleg ezeket a homokos pályákat, vagyis ez a homok ez inkább keménynek számított kint, ettől sokkal mélyebbek. Hát sokat megtanultam, hogy és mind kell állítani a teleszkópokat, aztán szerintem jó hatással volt rá. Hugyec nem kegyelmezett az ellenfeleknek. Látványos és gyors motorozással maga biztosan nyerte meg az MX2-esek versenyét. Nagyon számított a rajt, egy jó rajt, és utána a belső íveket zárni, mert ha valaki eljött elő, és a belső íveken jó gyors tudott lenni, akkor simán meg volt szerintem a győzelem. Hugyec mögött az OKR-KTM két kiválósága, Nagy Alex és Firtosvári Gábor csatázott a második pozícióért. Nagynak a kondíciójával gyűlt meg a baja, így az MX2-es pontvadászatát magabiztosan vezető Firtosvári élet az ezüstérem, akinek ráadásul még egy komoly lelki harcot is meg kellett vívnia ezen a versenyen. Tavaly az utolsó csapatbajnoki futamon így sérültem le, konkrétabban belső vérzésem volt, kivették a lépemet. Egy kicsit nehéz volt visszatérni ide és újra megcsinálni, de úgy gondolom, hogy a feladatnak a nagy részét teljesítettem, elégedett vagyok ezzel a mai versennyel, hiszen nem volt egyszerű mind mentálisan, mind fizikálisan visszatérnem ide. Szép, fokozatosan lépedek egyre-egyre följebb, egyre jobban meghozza majd az idő a munka gyümölcsét, úgyhogy majd meglátjuk évvégén, hogy mi lesz a top formám. Az MX2-es kategóriában egyébként a 2010-es bajnoki évad küzdelmei ismétlődik meg a szemünk láttára. Négy évvel ezelőtt is a Hugyec-Firtosvári nagy hármas között dőlt el a végső győzelem sorsa. Akkor a sokáig vezető Firtosvári sérülés miatt csak harmadik lett, és Hugyec ünnepelhetett. Vajon mit hoz az idei forgatókönyv? Természetesen az év hátralévő csatáit is megmutatjuk, így együtt izgulhatjuk majd végig a fiúk összecsapásait.
Az ifjú titánok mindent megtettek, hogy elkápráztassák a közönséget, de a nagy ágyúk, az MX1-es kategória futamai még hátra voltak a legeredményesebb magyarokkal a mezőnyben. A HTS KTM-ben versenyző Svoboda Bence és Németh Kornél, valamint az OKR KTM kiválósága Szőke Márk az elmúlt három évben minden élsport bajnoki trófeát bezsebeltek idehaza, de idén már egymás ellen kell bizonyítaniuk. Gyálon a bajnokság első fordulóján Németh megmutatta, hogy ki az úraházban. A fiatal trónkövetelők nem tudtak az egykori VB menő nyomába érni. Nyársapáton sem változott a forgatókönyv. Németh még nagyobb fokozatra kapcsolt, semmi esélyt nem hagyott kihívóinak. Mindent beleadtam, amit tudtam, mert szeretnék az ADAC-on újabb, mint 2009-ben a jó helyezést elérni, vagy illetve a 7-ben, 8-ben, 9-ben ugye nyertem futamokat. Én úgy gondolom, hogy bennem van még ez a futamgyőzelem, akkor is, hogyha ugye nem a szívem csücske ez a motocross már, de ez viszont nem úgy megy, hogyha csináljuk, akkor itt valahogy csináljuk, hanem hogyha odaállok a starthoz, akkor nyilván szeretnék nyerni. A csapat miatt, a nevem miatt is, hát annyira nem lehet szerintem megtenni, hogy most itt 5. helyen motorozzak. Németh mögött viszont egymásra talált Szőke és Svoboda, az ő párharcuk nyújtotta az idei verseny pikantériumát. Hosszú körökön keresztül csatáztak, mindketten elkövettek pár apró hibát, de a mindent eldöntőt végül Szőke húzta be. Bedőltem egy fordulóba, ahol így beletettem a fordulóba, és behúzódott a kuplunk. Aztán már azért a végén felé fáradtak voltunk, mert nyomtuk egymást, hol így volt, hol úgy volt. Azért mentálisan is kivette az embert, nem csak fizikálisan. Egyszer hát csináltam egy bakit, megpördültem, ez pont annyira elég volt, hogy a Szőke már elkerült. Nem tudtam olyan hirtelen felzárkózni, mert nagyon-nagyon fájt a másik futam másik felébe a lábam. Meghúztam, ahogy megpördültem, az pont az a lábamra talpaltam le. Aztán le is kellett vennem a szemüveget, nagyon nehéz volt onnan fordítani egyet. Kezdtem jönni, ugye szemüveg nélkül, nagyon aggódtam, hogy olyan, hogy tudok előzést csinálni szemüveg nélkül, ugye ilyen talajon nagyon-nagyon fontos, mert egyből kis apró homok szemben megy a szemünkbe. Sikerült kis szerencsével, a márka bedőlt az egyik kanyarba, szerencsére nem követtem, hanem másik nyomot választottam, és így ki tudtam kerülni az ütközést, és másik lettem, örülök neki nagyon, köszönöm szépen a csapatomnak, hogy itt lehettem, és az összes szponzoromnak, hogy támogattam. Bajnoksága harmadik fordulón a legendás Hódmezővásárhelyi Rolandringre látogat. Vajon Svoboda meg tudja letni rutinos csapattársát, vagy újra Németh pillanatai következnek? Kugyecerik vagy Firtosvári Gábor lesz a befutó az MX2-eseknél, tehát az eddig visszafogott Nagy Alex oda csap nekik hazai pályán. A következő adásban megmutatjuk.